Főként a szállások akciós csomagajánlatai, a zsúrifürdő és a rendezvények iránt volt nagy az érdeklődés Mezőkövest standjánál az utazás kiállításon. Településünk idén 17. alkalommal vett részt az ország legnagyobb turisztikai seregszemléjén március 3-a és 6-a között, melyen 28 ország 399 kiállítója várta az érdeklődőket. Az utazás kiállításon idén több mint 35 ezer látogató volt. Ugye idén a szombati nap az egy kérdéses nap volt, hiszen munkanap volt, de ennek ellenére a csütörtöki szakmai napon, illetve a vasárnapi napon viszont a tavalyi évhez képest sokkal több látogatót regisztrált a szervező Hung Expo. Tapasztalataink szerint is a szombati nap egy picit gyengébb volt a szokásosnál, azonban a többi nap ezt nagyjából kárpótolta, hasonló mennyiségben folytak a kiadványaink, illetve az érdeklődők szemben is úgy érzékeltük, hogy a tavalyi évhez nagyjából hasonló volt. Mezőkövesd egy 16 négyzetméteres önálló sarokstandon mutatta be attrakcióit. Az észak-magyarországi régióból városunkon kívül Bogács jelent meg önálló standdal, a többi tőlünk akár nagyobb település csak pultokat bérelt a megjelenéshez. A standon ugye minden vonzerünk megjelent a dekorációban, tehát így a képi megjelenítésben fürdőt, a Matyó népművészetet, múzeumainkat is láthatták az érdeklődők. Fontos még megemlíteni, hogy idén ugye egy új szálláshelyünk is megjelent társkiállítóként a standon, a Pandora Zsúri apartmanok, és náluk is elég nagy volt az érdeklődés, hiszen ez az egyetlen szálláshely, mert már egyébként régóta keresnek a vendégek, amely a fürdővel egybeépített, és ugye közvetlen átjárás biztosított a fürdő területére. Totóval vártuk még a vendégeket, ugye a városhoz kapcsolódó kérdéseket tettünk föl számukra, és a negyedik nap végén a nyeremény sorsolásban a mezőkövesdi szállások, illetve a fürdő felajánlásával fürdőbelépők, illetve az ervéző borászat felajánlásával borkóstolót sorsoltunk ki a vendégek között. A hímzés és a fürdő mellett múzeumainkra és rendezvényeinkre vonatkozó képek is megjelentek a dekorációban. Idén is számos érdeklődő járt csodájára a kézzel festett matyó tárgyaló asztalnak és székeknek. Városunk standján folyamatos volt az érdeklődés, leginkább a szállások akciós csomagajánlatai, a fürdő, valamint a népművészet és az ahhoz kapcsolódó látnivalók és rendezvények iránt. A részvétel a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület szervezésében Mezőkövesd város önkormányzata és a Városgazdálkodási ZRT támogatásával valósult meg.